Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig az SG 5000-es, ugye ez az akciókamera. És akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kivenni a vízálló ütésálló tokból. Ugye, hogyha gyárilag megveszitek a kamerát, itt is van fólia, hátul is van fólia, magán a kamerán is van a lencsén fólia, és hátul az LCD-n is, azok már eltávolításra kerültek, mivel én azért használtam ezt a kamerát, egy kicsit tesztelgettem. Itt láthatjuk a vízálló tokon a menügombokat. Ugye a felvételi gombot itt elő, vagy a bekapcsoló gombot, és ugye itt fönt a felvétel indítása gombot is, és ugye itt van az LCD-nk, de ebből a tokból nagyon könnyedén ki tudjuk szedni, ugyanúgy, mint a 4000-est, hogyha elhúzzuk ezt a pöcköt itt, és itt benyúlunk az ujjunkkal, akkor le tudjuk pattintani ezt a vízálló tokot, ami 30 méterig vízálló, és ki tudjuk szedni szépen a kameránkat. Ha leszedtük a tokot, akkor ő lenne az 5000-es kameránk, és akkor itt láthatjuk, hogy kétszolos az LCD-nk, nem pedig másfél. Valójában itt van nekünk egy menügomb, egy föllegombunk, ugye ő nem wifi-s, ő nem a wifi-s változat. Itt alul tudjuk kiszedni a 900 mAh-es aksinkat, ezen az oldalon pedig láthatjuk, hogy van egy micro HDMI-nk, egy micro USB-nk a töltéshez, és van egy micro SD kártya foglaltunk. A micro SD-t azt nagyon könnyű behelyezni, amúgy értelemszerűen fel is van rajzolva, hogy hogyan kell a micro SD-t. Így, és csak ennyi az egész. Bepattintjuk a helyére, és már indulhat is a rögzítés microSD-re, mert ugye belső tárhelye a kamerának nincsen, amíg nincs benne microSD, 32 gigát kezel maximum, addig nem tudunk semmit sem rögzíteni. Úgyhogy ennyi lenne, nagyon egyszerű, ugyanúgy, mint a többinél, hogyha ezt a pöcköt meg itt elhúzzuk az ujjunkkal, akkor elméletileg kipattan az akkumulátornak ugye a fedlapja, szépen leszedjük, és a 900 mAh-es aksinkat, ugye ami kivehető, tudjuk esetleg újjal cserélni. Egy töltéssel körülbelül egy ilyen 70-80 perci felvételt jósolnak specifikáció szerint, ez körülbelül igaz is. Jó, és akkor visszapattintjuk a fedelet. Így. Úgyhogy az akkumulátort sem bonyolult kivenni egyáltalán. És hogyha be akarjuk kapcsolni, akkor természetesen itt a bekapcsoló gombbal tehetjük meg, hogyha ezt benyomjuk. És már hallhatjuk a szokásos hangot. Szokásos logó is már be is kapcsol nekünk ez a kétszolos LCD. Láthatjuk, hogy már működik is a kameránk. A menü az teljesen ugyanaz, mint a 4000-esnél. Hogyha megnyomjuk röviden a bekapcsoló gombot, akkor átmegy fényképező üzemmódba. Hogyha megnyomjuk még egyszer röviden, akkor itt már találkozhatunk egy új menüvel, akkor láthatjuk, hogy itt vannak a funkciók, TV-kimenet, ugye fényképek nézegetése vagy visszanézése, és ugye a setup beállítások. Itt az alsó két kis nyíllal tudunk itt mászkálni. És a felvétel gombbal tudjuk kiválasztani ugye azt a funkciót, amit kiválasztottunk, amire rámentünk, illetve és itt már tudunk mindenfélét ugye láthatjuk állítani. Részletesen nem fogok belemenni, mert nem tud annyi mindent, valójában a specifikációban benne van, meg a leírásban benne van, hogy mit tud. És akkor itt a felvétel gombbal tudjuk ugyanúgy kiválasztani azt, amit szeretnénk, vagy visszalépni, vagy jóvá hagyni. A menüből kilépni pedig a bekapcsoló gombbal tudunk. És pedig itt szépen visszamegyünk a videó fotóhoz, rányomunk a bekapcsolóval, és ki is léptünk a menüből, úgyhogy nincsen bonyolult menüje az 5000-esnek sem, mondhatni teljesen ugyanaz. Mondom, én itt változást az képérzékelőbe vettem észre, ugye ez a Panasonic, meg annyiban vettem észre, hogy ugye az LCD az kétszolos, nem pedig másfél. Úgyhogy ő lenne az 5000-es így nagy vonalakban. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról. Csináltam pár darab videót, nem igazi akcióvideók, pár darab felvétel, azt a YouTube-on megnézhetitek. A speckó és az egyéb ilyen infók fönn vannak az oldalunkon. Minden videó alatt van egy link, ott elolvashatjátok a cikket. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, kezemben pedig az SG 5000-es. Sziasztok!